A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na, milyen infóid, híreid vannak? Na, rengeteg minden van. Kezdjük az Apple-lel, mert ugye tegnap hajnalban jött ki a gyors jelentés, hogy tegnap előtt zárás után, és arra reagált az árfolyam. 4,42%-ot ment 176,57-ig, elég nagyot ugrott, és ez annak köszönhető, hogy pozitív lett ez a gyors jelentés, bár inkább azt várták korábban a befektetők, hogy itt most kicsit rosszabb lesz, mint szokott, de meglepetésre nőtt az iPhone-ok értékesítése, itt egy csökkenést vártak, bázis alapon 2,9%-kal, a bevétel a bázishoz képest 15%-kal nőtt, az egy részvére jutó eredmény pedig 30%-kal. Még a kínai piacon is tudtak nőni 20%-ot, minden szegmensben jelentősen növekedtek. Ugye itt korábban arról lehetett hallani, hogy a beszállítók jelezték, hogy mintha egyre kevesebb megrendelés lenne, én attól tartok, hogy azt gyanítom, hogy ez inkább már az áprilisra vonatkozott, az pedig ugye ebben a negyedévben, vagy az első negyedévről beszélünk, nincs benne. A lényeg, hogy nagyon jól szerepelt a papír, 176-ig emelkedett, 182 a történelmi csúcs, ugye az volt március 12-én, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz, minden esetre valóban egy pozitív meglepetés lett. Hát a Snap gyors jelentése az meg inkább negatív meglepetés lett. Az első negyedéves árbevétel 54%-a $230 millió emelkedett, a korábbi év hasonló időszakához összehasonlítva mondom, ez 54%-os növekedés, de az elemzők nagyobbat vártak, $244 millió, a hirdetési bevételi miatt ugye kiemelten figyelt az aktív felhasználók száma, az is csalódást okozott, az első negyedévben az aktív felhasználói bázis a 15%-kal 191 millió főre nőtt, de a piaci konszenzus ennél nagyobb volt, 194 millió. A cég nettó eredmény szinten 17 centes veszteségről számolt be, ez viszont megfelelt az elemzői várakozásoknak. Ugye olyan területekre értő is, ahol a Facebookkal kell, hogy fölvegye a versenyt. A Facebookon most sok helyen nyomul, és ennek sem örültek a befektetők, de a Facebookra egyébként akkor már később vissza fogunk térni. Hát 11,3-an zárt, ez 22%-os esés, egy éve 22 volt az árfolyam, ez egy elég komoly mélypont, és hát maradjunk Amerikánál, Tesla gyors jelentés volt, ami egyébként a vártnál jobb lett, még akkor is, hogyha az egyrészvérító eredmény az jó nagy mínusz lett, $3,35 per részvény, ez $567 millió veszteség keletkezett, de ennél nagyobbat vártak az elemzők, úgyhogy önmagában a gyors jelentéssel nem nagyon volt gond. Itt ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy égeti a pénzt a Tesla. Szerintem a Tesla nem csinál más, mint az idővel fut versenyt, mikor tudja fölfuttatni a Model 3 gyártását úgy, hogy az még inkább jövedelmező legyen, és mindezt úgy, hogy ne essen nagyon vissza a bruttó marzsjuk, 25%-os üzemi marzsot szeretnének az autón, szerintük elérhető. Elon Musk nyilatkozott, mint mindig, és általában nagyon pozitív dolgokat szokott mondani, de itt volt egy ilyen kis affér, hogy nem nagyon túl sokat kérdeztek az újságírók, és túl kellemetleneket, és ő ezen kicsikét kifakadt, és akkor illetve az elemzők, és hát ők azok hazamentek, és akkor jól odaadták a papírt. 301-en zárt, ez 1%-os növekedés, de zárás után 4,5%-os mínuszban van. Ennyit emelkedett az Apple, ez pedig 4,5-et esett. 2017 júniusában $360 volt a csúcs, és hát most áprilisban 252 is volt, hát most 301 körül vagyunk. Picit repüljünk át Európába, Ryanair kapacitás kihasználtság április 9%-kal nőtt év per év alapon, 12,3 millió főre, 96%-os kihasználtság, hát teljesen rendben van.
vissza Amerikába. Amerika autópiac jól hasított, 0,5%-ot növekedett, itt még egyébként eséssel is számoltak, a Ford értékesítési 4,5%-kal estek, a General Motors 2,5-3%-os visszaesés volt. Nagyon jól ment a Volkswagen, a 8,6%-os növekedés, ez a teljes 2017-hez képest most, amit 2018-ban látunk. A Volkswagen közben egyébként akkumulátor üzletágba vág bele, ehhez keres, tehát hogy látszik, hogy el fog indulni ezeken a elektromos autók felé, tehát most lépéseket is tesz. Vissza azért a BMW is jól hasított az USA-ban, a Mercedes viszont 1%-kal emelkedett mindössze. Ugye mondtam, hogy a Facebookra visszatérünk, tegnap a Mark Zuckerberg bejelentette, hogy saját társkereső oldalt fog elindítani, tehát magán ugye a Facebookon keresztül. Hát ugye ennek vannak, akik nem örülnek, konkrétan az ilyen társkereső oldalak. A Tinder üzemeltető Match Group részvények, azok hát egy 5,5%-ot estek tegnap, de így két nap alatt, mert ezért ez már egy ismert volt, ott meg 24%-ot, azért ez egy elég jelentős esés. Hát nyilván félnek, hogy a társkereső piacba, vagy a szerelem piacán egy kicsit csökken, mert hogy van ilyen piac is, hogy szerelem piaca, hogy akkor visszaesnek majd ők. És akkor marad az erkölcsi győzelem, hogy azért sikerül összehozni párokat. És ha már a szerelem húrjainál jártunk, akkor menjünk át a gitárhúrokhoz, csak nagyon-nagyon röviden. A Gibson vagy Gibson, mi ennek idején gyerekkorunkban Gibsonnak mondtuk. Csőd közelben van, illetve hát csődvédelmet is kért. Hát mi lehet itt nagyjából a probléma? Ugye egy olyan hangszerről beszélünk, aminek nagyon nagy a múltja, ugye a klasszikus Gibson forma, ez még Les Paul 1952-ben az alapján tervezték meg ezt a hangszert, azóta már nagyon sokan használják, nagyon-nagyon híres AC/DC-ből Angus Young / a Guns N' Roses-ból nagyon erős Gibson fanatikus Zakk Wylde is ezt használja, tehát egy nagyon híres márkáról van szó. Identitás problémájuk volt nekik itt az elmúlt években, mert hogy nem is a gitár iránti kereslet esett vissza, hanem a magasabb árésű gitárokat nem nagyon tudják eladni, tehát ez itt az egyik probléma. Ők próbáltak modernebbek lenni, fölvásároltak sok olyan céget, amely szórakoztató elektronikai, ami a zenéhez kapcsolódó. Túlnőtték magukat, ezek az akvizíciók nem nagyon váltak be. Ezen a gitáron meg akartak fejleszteni egyébként, például automatikus hangolót beleépíteni, amelyet hát egy igazi gitárfülével behangolja. Nekem ez nem nagyon ment fiatal koromban, egyébként nekem jó lett volna egy ilyen. De a lényeg, hogy baj vannak, csőd közelben vannak, azért megpróbálnak majd ebből kimászni. Valószínűleg a vezérigazgatót meneszteni fogják. Ez egy szomorú hír így a történet, így a bejelentkezés végére. Na jó, köszönjük szépen. Jó, köszi szépen Józsi, hát azzal együtt az emlő szép napot kívánunk és jó kereskedést. Ja. Oké, köszönöm. Szia. Sziasztok. Kababik Józseffel, az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével néztünk át jó sok céget. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.